Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatlakozz a és be hozzánk a parallaxisba. Parallaxis. Tudományban partnerünk a planetology.hu bolygó tudományi portál. Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD média bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Erzsóval, aki pedagógus, Kergővel, aki geográfus, és Nándorral, aki környezetkutató. Ez itt a Planetokest, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, sziasztok! Ez a Planetokest harmadik adása, a mikrofonnál Rezsabek Nándor. Az elkövetkező hetekben igyekszünk jobbnál jobb témákkal kitölteni azt az ült, amit a paralaxis hagy maga után a nyári szünet alatt. Ezt követően pedig szeptember másodikán indul újra útjára a Paralaxis Podcast. Mindez azt jelenti, tehát, hogy ezen a nyáron, ebben a mai hármas felállásban találkozhattok velünk. A Planetok mai adásában a Superhold versus Simahold a cím, erről beszélgetünk. Tévesz még fél egy magyarázat elfedített tudományos tények, természettudományos jelenségek kerülnek majd terítékre. Mindenek előtt azonban köszöntöm műsorvezető társaimat, Bardószni Kocsis Erzsót, Szervusz Erzsó. Sziasztok! Valamint Kovács Gergőt, Szervusz Gergő. Sziasztok! Az adást egy szarkastikus idézettel fogom indítani, ami Szabó M. Gyulától, aki az ELTE Gotthard Astrofizikai Obszervatum igazgatója, tőle származik. Idézem, ha ma este az égre nézünk, csodás jelenségnek leszünk szemtanúja, Hol távcső nélkül is akkor állnak fog látszani, mint a teleholt szabad szemmel. És adjunk azt gondolom először is magyarázatot erre a kedves hallgatóknak. Ugye ez egy logikai bukfenc, erre világít rá a kiváló kutató és intézményvezető. És úgy gondolom, hogy ebben a mondatban minden benne van arra vonatkozóan, erre a mai szuperhold ellentétben sima hold témában, a kiindulás és pont és az origó. Arra kérlek titeket, hogy próbálják meg megmagyarázni először is, hogy mire utalhatott, mert ez egy kicsit olyan homályos, de de azért ugye ki lehet belőle venni azt, hogy mire is utal a csillagász kolléga. Hát ebben a monodban szerintem minden benne van, ami erről az egész nagy felfordulásról szól, mert benne van egyrészt a szenzációnak a látszata, holott nem arról van szó, hogy a teli volt kétszer, ne tehát háromszor akkora lesz, mint amilyen lenni szokott, egyáltalán nem erről van szó. Másrészt benne van az egyszerű ortodox magyarázat ennek, a, ennek, az egész jelenségnek. Tehát gyakorlatilag tökéletesen zanzásított a Szabó M. Gyula ezt az egész szuper sztorit. Tehát most ezt fogjuk kiboncolni, kivesézni. Ez az egész téma, ez olyan, mintha Rowling találta volna ki a varázsvilág és a mugli körömére ezt az egész fogalomkört, mint olyat. De adjunk akkor mi is egy, egy értelmezést, ugye itt volt ez a kis és meg ugye mondhatok pár dolgot, de próbáljuk definiálni, hogy egyáltalán mi is ez a szuperhold, aki nem halott róla, bár ugye ez már nagyon bement a köztudatba, és erről is majd beszélünk, hogy ez hogy terjedtem. Mi ez egyáltalán? Hát, hogy mikor született, illetve hogy mi is ez a szuperhold, Richard Nolle asztrológustól származik ez, aki 1978-ban fogalmazta meg azt, hogy idézem őt, ha az új hold vagy a telehold az adott hold pályán a Földhöz legközelebbi pontján következik be, vagy a legközelebbi ponthoz 90%-on belül, akkor szuper hold van. Tehát mondhatjuk azt, hogy itt nem csak a teli hold, hanem az új hold is lehet szuper. Szuper, szuper, nagyon szuper, de ugye most amit mondtál, ugye úgy kezdődött, hogy egy asztrológustól származik, és ugye itt lehet tetten érni azt, hogy ugye ez akkor ezek szerint akkor nem egy tudományos fogalom, hanem úgy mondom, hogy egy kicsit ilyen áltudományos száról származik. Mondhatjuk azt is, hogy ezoterikus fogalom. Na, na ez még, még jobb, még jobb. Nagyon érdekes viszont ugye 78-at említettél. Hát azt azért mondhatjuk, hogy Magyarországra azért ez jóval később került be, azt kell, hogy mondjam, én mikor ugye ezekkel a témákkal kezdtem foglalkozni, és most visszautalok, hogy ugye 78 ban amikor volt egy ilyen gyerekkori érdeklődés a témák iránt, ugye ez, erre én nem emlékszem, hogy ez vala előkerült volna. Magyarországra azt hiszem évtizedes késésekkel jött, és én személy szerint, hát most mit mondjak, egy, talán ugye egy, tíz évvel ezelőtt találkoztam, még annyi se. Nekem pontosan megvan, nem tudom, hogy Erzsó, neked megvan -e ez, a, ez a dátum, hogy mikor lett ez ide-haza felkapott fogalom. De abszolút nem, nincs, ilyen konkrét, tehát én nem tudok így ilyesmihez kötni. Ugye ez az előző térikus, ha már megtettük, ez a vonal megerősödött, tehát akkoriban kezdtek ezek az ilyen szuper, meg ilyen extrém fogalmak begyűrűzni, mint akár jó pár dologgal kapcsolatosan, és ezzel, ennek kapcsán is. Én először ezzel az egésszel 2011-ben találkoztam először, elvileg ekkor tolta be ide-haza ezt a fogalmat a mainstream média, ugyanis a Superhordnak a kitalálója, ez a Nolle, bejelentette ebben az évben, hogy ekkor szuperhold lesz, ami ráadásul globális katasztrófákat okoz. És emlékszem, hogy még így a közösségi médiában is rengetegen írták, amikor kelt éppen a teli hold, hogy hú, mekkora hatalmas gigahiper nagy méretű a teli hold. Én igazából kinéztem, nem láttam semmit, mármint a teli kívül nem láttam semmi extrát, Nyilván, és igazából, hogyha ekkor ezt ő nem jelenti be, most senki nem is ismerné ezt a szót, mert amikor ezt a superhold fogalmat kitalálta 78-ban, akkor ez úgy szépen leülepedett, és majdhogy nem feledésbe merült. Tehát, hogyha 2011-ben ezt ő nem jelenti be, akkor most nekünk se lenne itt miről beszélgetni, vagy teljesen más témáról beszélgetnénk. És hát ugye azóta a Superhold az, az van, és keseríti Csillagászoknak az életét, mivel ez egy számukra és a csillagász a számára, és egy teljesen ismeretlen fogalom. Egyébként ez az érdekes most, hogy ahogy mondtad, tehát ugye a bejelentés kapcsán, tehát hogy, hogy miért, ugye egy katasztrófák lesznek, meg mindenféle problémák, ugye 2011-ben volt egy nagy földrengés és cunami, és pont ez is volt, ezt a kettőt így összekapcsolták, hogy valószínűleg azért történhettek meg ezek a katasztrófák, mert hol volt, és a New Age kultúrából, szubkultúrájából ekkor került ugye így fel, ez az egész, és attól körül, így az Óta is így borjánzik. Na most ugye említettétek, tehát hogy ezotéria, asztrológia, annak ellenére, hogy ugye ez azért bement így a köztudatba, tehát ez nem egy, azt mondom, exakt tudományos fogalom. A csillagászok használják, ugye nem használják, ha jól értelmezem. Hogy a szuperföldekről beszélünk, tehát azok olyan föld típusú és földre nagyon-nagyon hasonlító bolygók, amik nem a nap, hanem más csillagok körül keringenek, és hogyha egy szuper föld körül kering egy hold, ami olyan, mint a mi holdunk, akkor az hívhatnánk szuper holdnak, de egyébként nem. Ugye az exo után gyakorta az exo hold kifejezést használják, ami egyébként egy nagyon érdekes kutatási téma, de nyilvánvaló, hogy itt, aki ezt megalkotta, ugye az említett asztrológus, meg pláne, aki ugye ebbe belelóvalja magát ilyen mélységekbe, nem más, tehát ugye ezt leszögezhetjük, hogy, hogy ugye gyakorlatilag ez egy ilyen fék, tehát egy teljes mértékben megalapozatlan, természettudományos szemmel értelmezhetetlen. De ugye nézzük meg egy kicsit, hogy amikor ugye szuperholdról beszélünk, akkor ugye ennek elvileg adnak valamilyen magyarázatot, a kitalálói, meg a hívei, még akik ugye erre hivatkoznak, hogy mi az, amit ilyenkor látunk, tehát valójában észre lehet-e venni. Ugye itt már erre utaltunk egy kicsit, de valójában én, amit e, tudok erről, és, és, ugye azért a gyakorlati tapasztalat megvan, tehát gyakorlatilag egy úgy idézőjelben normál volt és egy szuper hold között lényegében semmilyen érdemi különbség nincs, amellett, hogyha van is valamilyen minimális eltérés a, hogy mondjam, az égitestek elhelyezkedésében, geometriájában, ez valójában Érdemben nem látható, de amennyi esetleg látható, hogyha valaki nagyon apró különbségeket képes észrevenni, akkor sincs semmilyen jelentősége. Tehát ez nem oszt, nem szoroz, tehát gyakorlatilag bármilyen hatása, kisugázása, most ezt idézőjelben mondom, abszolút nincs. Ezt ugye meg tudjátok erősíteni. Igen, hát szuperholdkor, holdkor, tehát földközelben bekövetkező teli holdkor, a hold kb. olyan 14%-kal látszik nagyobbnak a földtávolban bekövetkező teli holdnál, kb. olyan 33%-kal fényesebb az a teli hold, mint a földtávolban lévő teli hold. Igazából ezt alig érzékeljük fényesebbnek ezt a, ezt a különbséget, és a távolságban is a két állapot esetén, körülbelül kb. 50 ezer kilométer a különbség, és a látszó átmérő is annyira pici, hogy ezt az emberi szem nem tudja megkülönböztetni. Meg Amit nagyon fontos megemlíteni, hogy holdnak a látványa egy úgynevezett anamorf jelenség, hogyha nézegetünk olyan mémeket, hogyha találkoztunk olyan mémekkel, hogy az egyik képen a hold látványa szerepel, ahogy én láttam a saját szememmel, akkor egy nagy hatalmas, bazi nagy fényes, gyönyörű teli hold van a képen, ahol így beúsznak a felhők elé, a másik jobb oldali képen pedig az a kép, amit a telefonommal készítettem a holdról, és akkor egy hatalmas nagy égbolt, és akkor a közepén egy sárga pötty. Mert ez a, azt jelenti, hogy az ember a valóságnál nagyobbnak érzékeli, mert az agy az nem tud csillagászati távolságokban gondolkodni, ezt a festők már nagyon régóta tudják, tehát amikor méret helyesen megfestik a holdot, akkor a végeredmény egy nagyon picike, jelentéktelen kis pötty, és ezért a látvány kedvéért ugye sokkal nagyobbnak festik meg a festők a holdat, mint ugye azt, ami, azt indokolna a méretezés. Tehát a fényképezés esetén a hold az ugye valós méretében jelenti meg, jelenítődik meg. Egyébként pont azt, amit mondta ez a jelenség, ez meg volt az ilyen iskolai járda csillagászatokon is, amikor ugye, hogy megnéztük a holdat, a Saturnus meg a Jupiter, de volt olyan gyerek, aki kitalált, hogy csillagot szeretne nézni távcséve, és ez milyen menő lesz. És jávon mondtam neki, hogy higgyél nekem, iszonyú nagy csalódás lesz, hogyha rá irányítod a távcsövet egy csillagra, mert nem tudom, hogy milyen élményt vár, de ugye ismerjük ezeket a gyönyörű, szép színes csillagászati ködös képeket, mindent, és akkor akkor én mondtam, hogy felül nem kereshetjük meg, mert, és akkor belenézett, és te, ahogy pont mondtad, Gergő, hogy egy, ott volt egy ilyen gombos tűhegynyi sárga pötty az égen, és hogy nézett rám, hogy ennyi. Hát mondom, Mégis mit vártál? <laughs> tehát mondom, azért, ez, én mondtam neked, mondom, hogy ezzel a társ, ez ennyi, tehát nem több, és ez pont az, amit te mondasz, ugye, hogy az ilyen élmények alapján egész mást várnak, és pont olyan, ugyanez, hogyha valaki mélyeget akar így nézni, mindenki azt hiszi, hogy ilyen hubble felbontásba fogja látni, hogy gyönyörű szív rózsaszín lesz, meg lila, meg sárga, és villózolni fog az egész, közben a valóságban az egészen mást ö, fog ö, tapasztalni. Igen, hát ez egy óriási probléma egyébként a, a mai távcsőes bemutatások esetén régebben még ugye könnyű dolgunk volt, mert hogyha belenéztünk egy távcsőbe, akkor itt többet és jobban láttuk az égitestet, mint a, az akkori kezdetleges fotókon, most meg már az asztrofotózás elszabadult, és igazából azt is látjuk, amit abszolút nem kéne, tehát szerintem ez, ez egy nagyon-nagyon nagy csalódás. Na most, amit még a hold, és amit még a kellő hold esetén fontos megemlíteni, hogy amikor felkel a hold, vagy éppen lenyugszik, hold is a nap, akkor ezeknek az égitestnek a horizont közelben lévő megnagyobbodása az egy kizárólagosan látszólagos jelenség. Ennek utána néztem, és kiderült, hogy nem a légkörben lévő kis pára szemcsék nagyítják fel, hanem a saját agyunk, ez egy ilyen pszichooptikai csalódás, az agyunk ugyanis a horizont közelben tudja csak mihez viszonyítani a holdat, illetve a napot. Tehát, hogyha egy olyan sorozat képet megnézzük, ahol éppen a, a kelő hold van megölökítve, és mondjuk olyan 5 vagy 10 percenként mindig rá van exponálva, akkor ugyanolyan méretű hold kell fel és megy tovább az égbolton. És ugye én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ugye mindig elmondom, hogy itt bejön az ezotéria, bejön az áltudományok, hogy sokkal izgalmasabb a való élet, az égitestek, a különböző csillagászat, vagy egyéb jelenségek, és én ugye kapcsolódom egy kicsit, a, amit mondtatok a távcsőes bemutatók kapcsán, hogy lássuk be, hogy bármi történik minden bemutatón, azért a hold az, ami igazán megfogja elsőre vagy sokatszorra is a látogatókat, mert ott lényegében ugye egy kisebb távcsővel is mód és lehetőség van olyan részleteket bemutatni, krátereket, különböző rianásokat, stb. stb., ami, ami, fantasztikus látvány, és azt mondom, hogy ebben az esetben is én mindig azt mondom, hogy, hogy nem ezzel a holdal kéne valójában foglalkozni, vagy, vagy egy médiaszenzációt gyártani, mert lássuk be, hogy emögött majd ugye erre ki is fogunk térni, hogy, hogy, azért itt nem csak a bulvár száll be, hanem tényleg megmutatni a holdat, ami fantasztikus, és egy kisebb műszerrel, és olyan részleteket ad, és olyan lélegzetel állító, hogy semmi szükség valójában ilyen pótlékokra. De ugye nézzük meg, hogy azért említetted, hogy honnan indult, de manapság, és ezt azt mondom, hogy ez a 11-es kezdet után, amikor csak ugye szorványosan elkezdtek megjelenni ezek, és ott tartunk, hogy hogy teszem azt a NASA oldalán, vagy pedig olyan szakportáloknak az ismeretterjesztő szálán találkozunk, ahol az ember nem gondolná. Elsősorban angol nyelven, itthon egy kicsit talán jobb a helyzet. Én úgy gondolom, hogy azok a hazai csillagászati szervezetek, akik ismeretterjesztésben jeleskednek, vagy föntartanak különböző média felületeket, azért azok ezt elmondják, van egy-egy olyan évről évre visszatérő tartalom, amit ismételnek, vagy újra leírják. Tehát itthon azt mondom, hogy, hogy itt szerencsére nem jelenik meg, de például én azt tapasztaltam, hogy az angol nyelvű ismeretterjesztő vezető portálokon, irodalomban sajnos ez igazán teret hódított. Mi lehet ennek azok, hogy a názát említettem, szuperholdaznak. Igen, sokan idehaza ezzel, ezzel legitimálják a szuperholdazást, hogy de hát a náza is írta. Igen ám, csak meg kell említeni, hogy nem lehet egy kalap alá venni az amerikai, illetve pontosabban angol száz, és a magyar kultúrát, popkultúrát, közbeszédet, már csak a különböző kultúrás gyökerek miatt sem. Tehát mondhatjuk azt, hogy uram, bocsánat, egy amerikai szuperhold az nem ugyanaz, mint egy magyar, legalábbis nem, nem ugyanolyan, ugyan hogyha most ilyen csúnyán ö, akarnék fogalmazni. Azért ez a, ez a szuperhold, illetve a holdnak a különböző elnevezései azok az amerikai, illetve kelta angol kultúrából erednek, tehát a kelta hold naptárban minden hónapnak külön volt egy akár több hold neve is, tehát ilyen farkas hold, vihar hold, ősszel bor hold, télen gyászoló hold, stb. Aztán az amerikai kultúrában például van arató hold, tehát harvest moon, amikor a teli hold legközelebb van, az őszi napi egyenlőséges, vagy kék hold, amikor egy hónapban két teli hold van, vagy fekete hold, amikor két új hold van egy hónapon belül. Még egy jó, mert ahogy Gergő mondott, ilyen vonulat van, tehát ugye ez a különböző színek, és az az érdekes, hogyha rákeres az ember az ilyen szuperhold témára, tehát ilyen női magazinoknak a címlapján, ugye, ami hát nem bulvár éppen, hanem egy kicsit menizi, és főleg a színe miatt nagyon szeretik ezt a rózsaszín holdat, és ez pont most van ennek, ugye az időszak, ez az áprilisi holdat szokták ilyen rózsaszín teliholdnak minimni, aminek tök egyszerű a menyerezet, hogy nem a hold színe miatt hívják. Tehát ugye egy bulvár hírben ez megjelenik, hogy ma éjszaka rózsaszín teli hold lesz, és akkor mindenki arra azt várná, hogy egy színe, pink színű égítest fog megjelenni. Közben nem erről van szó, hogy a hold lesz rózsaszín színű, hanem az a virág, aki eb ami ebbe az időben virágzik, annak rózsaszín színű a virágja. Tehát ezzel társították így, ahogy mondtad, és hogyha amerikai kultúrák, akkor ugye itt vannak még a, a, dakoták is, akik tök vicces neveket adtak az ilyen különböző holdaknak. Tehát, tehát, amikor a patakok újra hajózhatóak lesznek, onnan ered ez a Dakota név, amikor a kacsák visszajönnek, akkor is egészen, akkor lakotának hívják a holdat, van békahold, van vörösfűhold, tehát ugye nem feltét, tehát így a különböző színekkel játszottak, sőt, ami nagyon a legszebb kifejezések egyik, amit ha rákeresünk, lehet találni, hogy szuper féreghold láthat, lesz látható az égbolton, és akkor ugye az ember felkap fét, hogy hogy mi a jó ég lesz, és hogyha nem nézel utána, akkor ezt se tudod képzelni, hogy egy dolog, hogy szuper volt, mert azt valahogy megemlítettem, már 2011 után a, a közönség, hogy ilyen van, de hogy még, oké, okay, hogy még rózsaszín is, vagy kék, vagy, vagy vörös, vagy vérhold esetleg, ami szintén egy, nagyon klasszul felkapott és nagyon jól eladható szalagcím, de az, hogy férek volt, az teljesen jó, aminek rettenetesen egyszerű magyarázata van, ez ugye a március havi teli jellemző, amikor ugye a talaj felolvad egy kicsit, és a benne lakozó kicsiny állatok, kukacok és férgek már elkezdenek éredni és előbújni, ez annak az ideje. Tehát nem azért férek volt, meg valami extrém dolgot fog művelni az a szerencsétlen az égbolton velünk, hanem azért, mert a férgek tavasz van, és újra felé lennek. Tehát ez is olyan izé, hogyha valaki ilyen tényleg ilyen nagyon jól eladható újságcímet akar csinálni, akkor ez márciusban egy ilyet bedobni a köztudatba, tehát tuti bankot fog robbantani alap, Mert egy ilyen címmel hihetetlenül jól el lehet adni. A apró betűs részt meg ugye majd maximum elolvassák utána, hogy mitől féreg az a szuper ráadásul. Említettétek ezeket az indián kapcsolódásokat, ez nagyon érdekes, mert Valahogy ezt a hogy mondjam, az indián kultúra iránt nagy, az érdeklődés, ezt, ezt lehet most, tehát gyakorlatilag a Magyarországon is tinédzser korában szerintem mindenki, és most nem a gyerekkori, azt mondom, hogy ez már kicsit kihalt, hogy gyerekként azt játszák, vagy ilyen műanyag indiánokkal, de tínédzserként ez továbbra is él, és valahogy van valami nagyon érdekes kötődés, de ugye lássuk, hogy ennek valódi alapja nincs, mert nagyon keveset tudunk róluk, de itt is megjelennek ezek az indián kifejezések, de nekem mindig egy, egy párhuzam jut eszembe, a, ugye a hazai csillagos égbolton látható ugye csillagképeknek a különböző ilyen ősmagyar nevei, vagy annak vélt nevei, amiről ugye ezért ezt leírták, és nagyon lényeges, itt volt egy alap, mi a Torockai Vigandendrének ez az öreg csillagok, ahol ugye különböző magyarázatok adott, hogy honnan erednek, stb. 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 De ezt a csillagászat történészek, mert Torockai Vigandendré egy festő volt, egy jó iszem ugye leírták, hogy valójában a legtöbb magyar, azt mondom, hogy ilyen ősi csillagképnek egész egyszerűen a német eredeti, vagy latin eredeti, vagy bármilyen tükörfordítása, semmivel se több, de ugye ezek köré már ilyen legendák fűződnek, és egy kicsit ezt érzem a szuperholdnál is, hogy ugye visszavezetjük valami távoli indián, múltra, de valójában ezt senki nem tudja megmondani, hogy ennek esetlegesen semmilyen írásos nyoma nem volt, valahogy bekerült a kultúrában, és egy teljesen elferdített módon találkozhatunk vele. Azzal persze, hogy valóban, ugye elhangzottak, ez a sok szín, stb. stb. ezek állítólag ugye onnan erednek, de, de egy, egy ilyen teljes katyvasz lesz a vége, amit Erzsó is említett, hogy a végén ugye valaki fölnéz, és egy, egy férget keres az égbolton, a holt helyett, és nem is tudja, hogy valójában mi az, ami viszont lehet, hogy eleve egy félremagyarázott, vagy valamilyen nagyon eltorzított változata, valami eredeti, ha létező jelenségnek, ami valami teli holdkor következett be. Tehát azt mondom, hogy a szuperholdnál szerintem egy, szuper katyva, azt inkább szuper káosz van, hogyha valaki igazán mögé akar tekinteni. Hogyha nem ismerjük a kulturális hátteret, ugye mint jelen esetben a hold esetében is, vagy nem ismerünk számos olyan dolgot, ami egy országot, egy, egy nemzetet, egy népcsoportot leír, akkor aztán abból tényleg óriási nagy káosz, meg óriási nagy félreinformálódás lett azért. Az amerikaiak helyébe se lennék, hogyha Magyarországra jönnek, is akkor a boltban ott van a piros arany, meg a mackó meg a madártej. Igen, de hogyha ez a rózsaszín, tehát ez ilyen szuper hercég, az ilyen herceg az eperholt, nem tette, amit még elfelejtettem így mondani, ami tényleg ilyen abszolút ilyen nőc is, és nagyon izéke, hogy eperhold is van júniusban, mivel az, az, eper éppen akkor a legédesebb. Tehát de egyébként érdekes, hogy mondjátok, hogy mennyi a tudományos, meg mennyi a valós az alapja. Tehát amikor azt, ha már színekbe gondolkozunk, ugye, hogy a kék hold például, hogy mi az, ez miért kék hold, ez se a színe miatt van, ugye az, hogy a, egyik, hogyha télen például négyszer volt, 2018-ban fordult elő, hogy télen négyszer volt új hold, és a harmadik újholdat nem egyszerűen kéknek hívták, ez ilyen hagyomány szerint, és ilyen 1866-ban is volt. Tehát vagy, az, hogy, vagy, vagy, akkor szokták kék holdnak nevezni, hogyha a második teli hold van egy hónapon belül, és ezt egyszerűen a megkülönböztetés kedvéért kéknek hívják, tehát nem a színe miatt, hanem egyszerűen a gyakorisága miatt. Tehát van ennek ilyen oka is, csak, csak nem azt mondják, hogy a második teli hold ebbe a hónapban, mert az tök hangzana. Például egy, egy ez a, mit tudom én, egy, tényleg egy ilyen újságcím, hogy ebben a hónapban a második teli fogjuk látni, hát na és kitizgat, de azt mondjuk, hogy ebben a hónapban hóvégén kék hold lesz, akkor ez már azért egy kicsit egzotikusabb. Meg el lehet adni, hát hold a, mondjuk Magyarországon inkább, inkább, a, inkább a szilva hold lenne, így a, a sokkal nagy létjogosultságú, nem az eper. De az édesebben hangzik, ez ugyanaz, mint a borokban is, hogy van az eperbor, és az valahogy ahhoz társítja az ember, és akkor elolvassa a hírt, mert az eperbor az tényleg finom, és ugye ezt így meghallod, akkor ez így jó hangzik, és valóban nagyon érdekes, hogy lényegében érzékekre is hat. Azt, azt, mondom, de egy idő után már nem hat, ugye beszéltük itt az adás előtt, hogy ugye az inger küszöböt, hogy meghaladja, ezek után egyre inkább, ugye egyik költök említette ezt, hogy már a végén itt lehetett szuper kék vérholt fogyatkozás, ilyen címszóval is belefutottunk valamilyen hírbe, amikor már ugye nem elég a holt, nem elég, hogy annak valamilyen elágazásai még ugye ezt fokozzák, azért, mert, mert már, már kevés, vagy azért, mert ugye minden médiumban megjelenik, és akkor mi még próbáljunk még nagyobbat mondani, ez már ugye senki nem tudja, hogy mi ez, de viszont valahol egy szenzáció hajház, meg az érzékekre had, mert azt mondom, hogy, hogy ez a vér, meg a kék, ez olyan, olyan érdekes, a szuper az ugye valamilyen grandiózus, meg még fogyatkozik is, plusz ugye a közösségi média felületeknek köszönhetően, ezek iszonyú sikert aratnak, tehát itt a szuperhódnál az se feledjük el, hogy azért 78-ban nyilván egy szűkített mezőny értesült erről, esetleg ilyen irodalmat követők, azzal, hogy ugye nagyon sok ilyen típusú kötetet eladnak, de a valódi sikere, vagy a valódi elterjedéséhez nagyon nagy mértékben hozzájárult az, hogy a közösségi média felületeken egész egyszerűen a különféle osztások révén ment ez tovább és azt se feledjük el, hogy, hogy itt van az, amikor már ugye nem lehet ezzel harcba szállni. Említettük, hogy teszem azt a NASA oldalon megjelenik. Most el tudom képzelni, hogy valaki beír a NASA oldalra, hogy ez nem helyes, tehát eleve ők maguk nem módosítanának, de ezek után azt mondani, mondjuk egy ilyen komment háborúba vagy vitába beszállni, hogy ez nem így van, abban a pillanatban meghivatkozhatják, azt a forrást, hogy lásd, ott van a világvezető vezető űrhatalmának az űrhivatal, annak az ismeretterjesztő oldala vagy weboldala, és ugye ott is ez van. És ebben a pillanatban gyakorlatilag teljesen feleslegessé válik a harc, és az, hogy mondjuk felhívjuk a figyelmet, hogy mekkora butaságról is beszélünk. De akkor mi a teendő igazából azon túl, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a holdnak a látványa egyrészt mindig szuper, másrészt, amikor úgymond szuper hold van, akkor sem különbözik lényegében semmi, semmiben a, a megszokott teli holdtól. Tehát egy kicsit rá kellene akkor ébreszteni a, az embereket arra, hogy nincsen új a nap alatt, nem fog háromszor akkora hold lenni az égen. Máskor is nézzenek fel az égre, mert a holdnak nem csak akkor szuper a látvány, amikor teli hold van, én személy szerint nekem a hold az akkora, akkora legszebb, amikor új hold után vagyunk néhány nappal, napnyugta után egy gyönyörű szép kis salót világít, és hogyha szerencsések vagyunk meg, hogyha a égi testek állása is olyan, akkor még a habuk szürke fényt is láthatjuk, tehát a holdnak az árnyékos oldalát, ahogy ilyen kis finom szürke fényben dereng. Tehát ez igazából az én számomra ez a, ez a plusz ultra, főleg, hogyha valami más bolygó, vagy valami más fényeségű testtel még együtt el, az, az meg aztán maga a csúcs nekem. Persze, csak ezt lehet csinálni, hogy az ember elmondja újra és újra és újra, aztán reménykedik, hogy valakihez eljut az adás, aztán és más nagyon nem lehet. Hát vitába szállni nem lehet, tehát nagyon lényeges. Nekem az a tapasztalatom ilyen ismeretterjesztő vonatkozó, hogy semmiképpen nem szabad azt mondani, hogy de buta vagy, mert elhiszed, vagy pedig nem szabad nagyon-nagyon úgy mondom, komoly vitába szállni, és, és észérvekkel próbálkozni, mert egyfelől valójában ugye nem is feltétlenül értik meg, vagy nem, nem értik ennek a jelentőségét. Egy kicsit odautalok vissza, amit beszéltünk a távcsőes bemutató kapcsán, én azt mondom, hogy mutassuk be, amit most Gergő is említett, meg első előtte, hogy olyat kell bemutatni, ami megfogja az embereket, és ilyen szempontból, ugye, amit magam is mondtam, a hold az első számú, vagy pedig tényleg valamilyen bolygóval együtt, vagy egy bolygó látványa, de mindenképpen a holdnak a valódi képe, a valódi ábrázata, a valódi képződményei, ami tényleg egy kis műszerrel is bemutathatóak, és, és tényleg én nem láttam olyat az ebben való tapasztalatom során, aki ez nem ne fogott volna meg, és ez lehet. És hogyha már egy kicsit azt mondom, rákap a valódi holdra, akkor talán kicsit azt kezdi ér érdekelni, hogy ez mondjuk hogy keletkezett, mert milyennek a múltja, milyen típusú égítest, milyen fizikai viszonyai vannak, esetleg milyen a geológiája, és ugye el lehet jutni nyilvánvaló, hogy most ugye ez nem szakemberekről beszélünk, de azt mondom, egy átlag érdeklődés. Ugye például ez, hogy a hold kialakulása, amiről tudjuk, hogy jelen ismereteink szerint ugye úgy történt, hogy a naprendszer nagyon korai, a keletkezését követő nagyon korai időszakában egy mars méretű égitest beleütközött a Földbe. Ennek során az a, az anyag, ami ugye elsősorban köpenyanyag, ami kirepült idővel, ennek az összeállása hozta létre a holdat. Ez önmagában szerintem egy annyira izgalmas és annyira érdekes téma, hogy ez, ez önmagában csak a holdnak a születése messze elhomályosítja azt, hogy most beszéljünk ilyen narancs, meg kék, meg nem tudom, ilyen vérholdakról. Tehát, hogyha valakit ez egy kicsit elkezd érdekelni, utána nézés, és lehet, hogy, hogy átáll arra az oldalra, akiket inkább a tudományos tények érdekelnek, az ilyen típusú ismeretterjesztő tartalmakat ugye befogadni, és akkor már azt mondom, nyert ügyünk van. Nyilván mindenkinél lehetetlen, de hogyha csak azt mondom, pár lelket megmentünk a, a tevékenységünk szerint, ugye valamennyien azért ezzel foglalkozunk ilyen-olyan formában, akkor már, már, már nyertügyünk van. Másrészt, hogyha tényleg vannak ilyen, i, i, ilyen laikusok, akik úgymond átnyergelnek természetbúvárba, mert rájönnek, hogy a csillagos égbolt és a természet része, akkor már másképpen fognak tekinteni az égboltra. Tehát nem azt fogják feltételezni, meg nem az lesz az elvárásuk, hogy most egy hatalmas nagy tűzjáték lesz, 6,5-ös földrengéssel, cunamival, gamba felvillanással, meg mi, mi, mi egymással, hanem rájönnek arra, hogy teljesen más az égbolt, mint ahogyan ezt a média sok esetben beállítja, mint amikor a, amikor vannak különböző meteoraioknak is a maximumai perzeidák, leonidák, geminidák, és ezt is úgy állítják be, szó szerint, mintha valami tűzjáték lenne, vagy valami, valami égi háború, hogy nem tudom, visszajönnek az oroszok, vagy hasonló, jönnek a földön kiülék, és ilyen hatalmas nagy űrcsata lenne, mint a, mint a fölött, és nem, és rájönnek arra, hogy, hogy ez nem ilyen, és nem erről szól, és a különböző látványos objektumok, hold, bolygó együttállások, szabadszemes üstökösök, meteorok, mindenféle szuperlatívusz, meg mindenféle csillagdata nélkül is lenyűgözőek, és a szuper kifejezés, az cseppet sem az ad a látványokhoz semmit, sőt, szerintem inkább elvesz, mert szerintem inkább becsapja az embereket. Igen, mert harmis elvárásokat fog távoztatni vele szemben. Pontosan. És utána meg roppant nagy lesz a csalódás, és ez pedig nem jó. Uh -huh, igen. Ennyirevel nem csak szuper holna kéne lenni, hanem lehetne szuper nap is, amikor. Na ezt tartom, hogy ugye ez a szuper, ezeről beszéltünk, de de kicsit azért nézzünk mögé, hát most ugye volt ez a szuperföld, de hát ez a szuper, ezt egyéb természettudományos kontextusokban is használják. Erre gondolsz, ugye? Maga a szuperjelző az véleményem szerint eleve ritkán használható indokoltan. Tehát ugye van olyan, hogy szuperfolyékony halmazállapot. Ez ugye Legjobb tudomásom szerint csak a folyékony héliumra használható. tehát amikor a folyadék konkrétan magától kimászik a pohárból. De nagyon-nagyon kevés dologhoz lehetne hozzárakni a szuperjelzőt indokoltan. Egy kis gondolatkísérlet, hogyha most a baby teknősök mondjuk teli holdkor bújnak, ki, akkor ők szuper technősök. Persze. Valóban, amit mondasz, ugye kerülni kell az ilyen grandiózus kifejezéseket, mert mert nagyon-nagyon félrevisz, és azt mondom, hogy vissza kell térni azokhoz a hagyományos, és önmagában azt mondom, hogy helyes és megjegyezhető akár most, azt mondom, hogy egy, egy szinonimaként, most itt említetted ugye a meteor felvinalásokat, ugye ennek is magyarul megvan a hullócsillag csillag megnevezés, ami egy csillagszerű jelenség, tudjuk, hogy nem csillag, de viszont ez helyes, tehát ez természettudományos szempontból teljesen helyes. Én Am lett török lándzsát, hogy ezeket kell fenntartani a köztudatban, ilyet mondhatunk ugye a bolygóknál, és ugye a Vénusz esetén est hajnal csillagnak hívjuk, mert napnyugta közeli, vagy az utáni esti, vagy reggel-hajnal időszakban látható, szó sincs csillagról, hiszen itt ugye a Vénusz bolygóról van szó. De viszont ez, mint szinoníma használatos, és nem helytelen, ezeket, ezeket nyugodtan használjuk, de kerüljük az ilyen Giga-mega vér, szuper, amennyire lehet. Ezek ezek nem ide. Medvedisztó hold. Csont hold volt, az oké, okay, az biztos, hogy volt. Virág volt, tehát ilyen, nagyon én mondom, ilyen nőcisek. Egyébként érdekes, hogy miért ilyen nőiesek. Ugye ez szerintem ez a holdnak magának a principiumából adódik, hiszen tudjuk, hogy a szeléni a hold istennője, tehát a hold az mindig is egy női szimbólum volt, tehát ezek a színek, az ilyen nőiesebb színek szerintem teljesen oda jönnek hozzá, úgyhogy ezért se ilyen idegen, de... Hát ez, ez, tényleg így van, és valójában nagyon érdekes, amit mondtok, mert, mert tényleg most így belegondolok, hogy ennek ugye ez a bulvár megjelenése, ez valóban, hogy talán kicsit jobban odahat, Ugye ez érdemelne egy, 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 elemzést. Azt nem tudom egyébként, hogy, hogy egyébként van a nemek közt, azt mondom, hogy az asztrológiában hívők, az, aki ezt elfogadják, hogy bármiféle elemzés, hogy ki nemekre bont, vagy van-e eltérés, de ennél kétségtelen, hogy legalábbis a bulvár biztosan rájátszik, és ez, ez, ez lehet egy magyarázat erre az egész. Nem csak a bulvár, meg az ősi szimbolikában is a hold, az mindig is a, nő volt, a női szimbólum volt. A nap ugye a férfi, a hold, meg a női. Tehát ez, ez, egy ilyen annyira ősi és izé tényleg emberiségen áthozódó valami, tehát ez, ez meg volt mindig is. Tehát ugye látjuk, hogy a görög mitológiától kezdve mindenütt, tehát ez annyira így van. Tehát ugye a termékenység, a természetváltakozás, és pont ugye holnak a fázisai miatt, meg a holnak az emberi természetre, meg a földre gyakorolt hatása miatt, tehát azért ez nagyon is ott van. Ugye a 28 napos ciklusok, meg minden, tehát azért a holnak az ilyen szerepe azért az nagyon nyomon követhető, tudományosan is, nem csak ilyen adhok jelleggel. És ugye ne felejtsük el azt, hogy ugye a földi, tehát azt mondom, hogy a az emberi történelem megszületésében, meg az emberi civilizáció történetében is ugye jelentős szerepe van, hiszen a naptárkészítéshez nagyon szorosan kapcsolódik. Ugye ez az emberiség történelmek hajnalán szükségessé vált, hiszen az időt valahogy mérni kellett, a mezőgazdasági termelés az uralkodók évfordulóinak nyilvántartása véget, és ugye a legelső naptárak azok oldalapú naptárak voltak. Érdekes módon ugye ez a kevésbé is, mert de a jelen napjainkban ugye a, a, mostani naptári rendszerben is vannak nyomai, akár magyarul ugye a, a hónapszavunk, ugye az a holdnapból ered, ezt lehet tudni, és ugye ez nem csak egy ilyen belemagyarázás, ez az eredete, eleve a, a hónapunk hossza, ugye az a, ugye a holdfázishoz kapcsolódik, nyilván egy kicsit ugye kifacsart módon, de még a jelenlegi általunk használt nap alapú szoláris naptárban is vannak olyan holdnaptára utaló elemek, mint például ugye a, a húsvét vagy a pünkös dátum, ami ugye egy holdal összefüggő természettudományos jelenséghez kapcsolódik, tehát még ez máig nálunk is megmaradt. Tehát soha ne felejtsük el, hogy ennek azért vannak ilyen reális eleme is, azzal, hogy nyilván belemagyarázni, meg félremagyarázni nem szabad. És nem csak a keresztény húsvét, hanem a zsidó húsvét a Pészak meghatározásában, illetve a Ramadán kezdetének meghatározásában is komoly szerepe van a holdunknak. Igen, amit én akartam mondani, egy nagyon egyszerű, hogy a várandóság ideje az 10 hónap, 47. Tehát nem 9 hónap, hanem 10 holt hó hónap. Tehát 47-nek kell eltelnie ahhoz, hogy egy baba megérjen rendesen. Így van, és ugye a, nálunk ugye a szoláris naptárunk mellett ugye benne vannak a, a holnaptárnak is az elemei, de ugye vannak, ahol más nem, ugye az egyházi ünnepeket holnaptár alapozzák, és, és a, most ugye a természeti népeknek a naptárrendszerét nem nagyon ismerem, de biztos vagyok benne, hogy ott is ugye ennek mi máig meg lehetnek a, a, az elemei. Viszont ugye beszéltünk róla, hogy akkor mm, szuper hold, szuper mars, szuper vénusz, ilyenekbe belefutottatok? Hát nem mehetünk el amellett sem, hogy más égi testek látszó átmérőjével kapcsolatban is vannak, vagy voltak, vagy lehetnek álhírek. A legjobb példa erre a ma este két teli hord lesz az égen, kezdetű kezdetű városi legenda, ami úgy folytatódik, hogy a más az akkorának fog látszódni, mint a teli aminek sztori, aminek semmiféle valóság alapja nincsen. Azért ez mostanra már lekopogom, most csak így gondolatban, szerencsére ez, ez mostanra eléggé kikopottak a néprádióból, meg az internetről, de azt le kell szögezni és tisztába kell tenni, hogy ha más az olyan közel jönne hozzánk, hogy telihold méretű lenne, akkor körülbelül, mivel nagyjából kétszer akkora, mint a hold, kb. Olyan 600 ezer kilométerre lenne tőlünk, a föld az pedig konkrétan letérne a pályájáról, tehát én igazából szeretem a marsot, mert nagyon klassz hely, meg minden, de azért nem akarnék szabad szemmel távcső nélkül természetesen akkor a marsot látni, mint a teli hold. Hát a figyelj, az már tudod mi lenne, az olyan lenne, mint a tej a becsapódása, tehát ha ilyen közelről látnánk, az valószínűleg nem lenne nagyon üdvös. Az az igazság, hogy említetted ezt az évről éve felbukanó, és ez ugye az interneten kering, hogy ez a ma este, ugye a mars korán. fog. Én megmondom őszintén, én ezt, ezt elég gyakran látom, tehát ez évente, ez legalább kétszer ebbe lefutók, akkor ugye látjuk ennek a cáfolatát, akkor utána ugye hajba kapnak, ezen, vagy, vagy ugye elkezdik félre magyaráznak ilyen viták, tehát ez eltűnik, aztán megint, megint jön előre, amíg valaki föl nem kapja, ez a, ugye minden újszülöttnek a, 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 a minden vicc és ezért van gyakorlatilag, aki lehet, hogy ma látja, az majd holnap osztja. Tehát én, én, elég skeptikus vagyok, hogy ezzel fogunk-e még találkozni. De, de egyébként ezt, ezt, még úgy mondom, hogy ezt még nagyobb ordas baromságnak tartom. Tehát azt mondom, hogy a holnál, hogy ezek de van ebben, van valami, de ez, ez a marsos, ez számomra egyszerűen megfoghatatlan ostobaság. és értem. Egyébként nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Hasonló párhuzam ez, ez a szuper meg, meg, inkább a szupermars, ami, ami, inkább, inkább sokkal egy, egy kacsa csillagászatilag, mint zoológiában mondjuk a jeti vagy a Volpertinger, vagy a Loch Nessy vagy a nagy vagy a csupakabra. Tehát, hogy hasonló mechanizmusok válthatják ki Akár a szupermarsot, akár a csupakabrát vagy a, vagy a jetit, nem? Mit gondoltok erről? Szüksége van az emberi természetnek valami extrémre, ami egy kicsit úgy. Bizonyot bizonyos, bizonyos esetben vagy bizonyos embereknek, talán, talán hogyha hogyha valakik, valakik nem ismerik a, a, világot, akár az égi mechanizmusokat, akár az állatvilágot, növényvilágot, és akkor, és akkor bejönnek az internetre olyan kamu fotók, hogy ásatáson lefotóztak olyat, hogy felül ember alú sellő, amiről ordít az, hogy, hogy ez manipulált kép, de nem tudod megmagyarázni annak, aki ezt megosztja, hogy ez, hogy ez bolondság, mert ilyen nincs. Mert nem tud neki megmagyarázni. Az a baj, hogy a hit, meg a tudomány, az nem feltétlenül ugyanazról a törő fakad néha. Igen. Tehát ha valaki ebben akar hinni, azzal mondhatsz bármit. Tehát a hitbeli dolgokat nem lehet észérvekkel megdönteni. Tehát azt vagy elhiszi, vagy nem. Tehát nagyon kevés az, aki hajlandó arra, hogy gondolkozzon. Tehát ilyen alap dologra kell gondolni, amikor Galilei mondta, hogy a tárcsévébe látja Jupitert, meg a négy hólyát. Nem az volt, hogy oda mentek és belenéztek. Hogy tényleg haver igazad van, hanem azt mondták, hogy nem hiszük el ennyi. És csak, mit is mondott Galilei, hogy most nem tudom pontosan idézni, amit mondott, lényeg az, hogy, hogy nem hiszi el azt, hogy az Isten ugye tudattal, meg gondolkodási képességgel ruházta fel az embereket, és akkor nekünk ezt nem kéne használni. Egyébként konkrétan egy ilyen esetben én személy szerint belefutottam. Az egyik ilyen leggicsesebb fék fotó volt, hogy egy repülőgép állt a kifutópályán, és mögötte egy ilyen angyalszány volt oda photoshopolva, és ugye ezt nagyon sokan osztottak, és volt egy ismerősem, akinek mondtam, hogy, hogy ez, és mondta, hogy én hadd higgyek ebben. Ez volt a válasz, amikor egyszer a legnevetségesek, legnagyobb kamu önmagába, és a, a, azt mondom, a leggagyibb, tehát amikor valaki először el a Photoshophoz, és még elmenteni se tudja, mentés másként, de csinál egy ilyet, ilyen kategóriai kép, és, és ilyenkor döbben rá az ember, amit ti is mondhatok, hogy ez egy hitkérdés, de itt ö, nem ö, azt mondom, hogy egy olyan vallási van múltja, alapja, hanem egész egyszerűen ez, ez valami, én ezt valami egészen másikon kezelem, valahogy a butaság síkján, de nyilvánvaló, mégis összefügg, hogy valamiben hinni kell, és ugye nekünk az a szerepünk, hogy azt mondom, hogy hogy az sem jó, hogy ugye el szokott hangzani a tudomány és egy hit, erre nagyon oda kell figyelni, hogy, hogy, ezt azt mondom, hogy a tudományos soha nem szabad így beszélni, arról kell beszélni, hogy fölhívjuk a figyelmet új eredményekre, meg azt megvilágítani, hogy a tudomány az egy, az, hogy mondjam, nem dogmákon alapul, hanem azon alapul, hogy azt mondom, hogy van valamilyen, van egy mérés, az alapján akkor valamilyen modellt felállítanak, de abban a pillanatban, hogyha egy másik mérés ezt megcáfolja, és egy másik modell alkalmasabb leírni valamilyen rendszert, akkor abban a pillanatban ki lehet dobni, és semmiféleképpen nem szabad ragaszkodni. Erre kell helyezni a hangsúlyt. A másik, amit beszéltünk, hogy a valóság sokkal szebb. Tehát a holdon megnézek egy holdkrátert, az szerintem sokkal izgalmasabb, mint sem hogy jön egy ilyen kép, hogy akkor akkora, mint a teli hold, ami egy ordas baromság. Inkább kimegyek, kiviszem a távcsövet, megnézem, és akkor gyönyörködöm benne. Ennyi. Egyébként az az érdekes, mert tényleg óvatosan kell, mert ugye a léleknek szüksége van valamiféle kapaszkodóra, és minden őt próbálja keresni az útját. De hogyha ezt, amit ezzel kivinni a távcsövet, is belenézne a holdba, tehát hogyha finoman ezeket valahogy ügyesen, tehát hogy éppen mondtad, hogy nem ilyen direkt módon másikat teljesen szemből támadva, hanem ilyen teljesen finoman és óvatosan meg le, át lehet ezt fordítani, mivel hogyha valakinek szüksége van kapaszkodóra, akkor ott azt a kapaszkodónak a mienségét, azt te esetleg tudod befolyásolni. És pont azzal, amit te mondtál, hogy akkor nézem bele egy tárcsebe, és valószínű, hogy utána már tényleg nem feltétlenül lesz szükség az ilyen rózsaszín, lilás, angyalszárnyas, és ufós és szőrös jeti képekre tovább, mert, mert nem az lesz a valós, mert az mindig, meg az mindig ott lesz neki, tehát ahhoz nem kell elmenni skóciába hogy a Loch találkozon, találkozzon, csak ki kell menni egy, egy jó időben az égbolt alá, és tessen, ott van neki a megoldás, nem is kell tovább mennie. Javaslom, hogy ugye Holdnál jártunk, azért emlékezzünk meg egy, egy jeles eseményről. Hát most már két éve elég távol lennénk 1969-ben lépett először ember a Holdra, akkor nagyon komoly megemlékezések voltak, ugye mi magunk is foglalkoztunk a különböző felületeinken ezzel a témával, de ugye az Apollo program az folytatódott, és idén is egész konkrétan ugye itt az adásunk közelében van egy időpont, mégpedig az Apollo 15-nek, az itt szinte most ugye fél évszázados, 50 éves évfordulója, ami 1971. július 26, ugye ekkor startolt el, annyi, hogy a leszállás az négy napra rá, 1971. július 30-án, következett be, majd pedig augusztus 7-én ért véget. Ugye itt nagyon fontos hozzátenni, hogy ez már ugye az az időszak volt, amikor az a kezdeti hatalmas média figyelem elcsendesült, és ennek mai hozadéka, hogy ezekről nagyon keveset is tudunk, mert ugye az Apollo 11-nél ugye föl tudjuk sorolni az astronautákat, de már ott is ugye csak a két leszálló, vagy, vagy egy átlagember ember maximum ugye az első holdra lépő ember, de aki már ugye, ugye Collins nevét kevésbé, az Apollo 12-nél szerintem ember nincs, aki megmondja, kivéve akik ugye ebbe a témába utaznak. Az Apollo 13-at mondjuk azért tudjuk, mert ott ha neveket nem is, de azt, hogy ugye mi történt ott azért a, az a, a, a ugye ebből készült film több könyv, ez megörökítette de onnantól kezdve egy kicsit mint a filmszakadás lenne, pedig azt mondom, hogy a legizgalmasabb missziók ezek voltak. Mit tudtok erről, az Apollo 15-ről? Nem tudom, nekem erről a misszióról, én, ami a legszimpatikusabb, tehát ilyen aranyos sztoriknak tartom, hogy, hogy nagyon sok ilyen úgymond csináltak az űrhajósok, amit ugye nem jelentettek az irányítóközpontnak. Tehát ez nekem kimondottan tetszik benne, hogyha egy végigmondunk, hogy mit csináltak ők a holdon. Tehát ilyen, mire gondolok erre, hogy ö, például amikor ö, mentek a roverjük el, és ugye ez észrevette egy nagyméretű követ. Azt jeleztette az irányító közszolgálatnak, hogy kicsapolódott a biztonság jöve, és neki ezt meg kell igazítani, közben valóságban kiszállt és felvette a, a talált kőzet mintát, és elrakta, hiszen a, ö, azt úgy gondolta, hogy a sokkal fontosabb annál, mint hogy időben és ne álljanak meg. És nem csak ez volt az egyik ilyen, ami szerintem egy nagyon aranyos volt. Ö... Ugye, akik, ugye ezt nem kell mondani, akik ilyen közegyűjtéssel foglalkoznak, azok szerintem ezt teljesen át tudják érezni, hogy ha látnak valami érdekes, zsákmánynak tűnő valamit, akkor ott nincs kett, ott meg kell állni, azt fel kell venni, és azt meg kell szerezni. Tehát ott nincsen, akkor valamit ki kell találni, és ugye a legfeljebb mondunk mást ugye houston hogy mi történik valójában, és akkor megszerezzük, és hazaviszük, és akkor végül is minden körülött neki, hiszen egy nagyon érdekes közet mintát tudott hazavinni. A másik az, ami nagyon tetszett, ami szintén egy ilyen partizán akció volt, ami nem akkor derült ki, hogy megtörtént, hanem később, amikor már visszajöttek a földre. Szintén ugye Scott készítetett egy ilyen kis alumínium figurácskát, egy emlékplakettel, és ezt elhelyezte a holnak a felszínén. És ezt se tudtak, tehát ennek is az volt a hívó jele, hogy ő azt jeleztette az irányító központ fele, hogy most meg kell tisztítani a rovert, és akkor ugye ezzel fog most ő molyolgatni. Közben elhelyezte ezt az emlékplakettet, és ezt a kis figurát a Holdon. És ugye ezen az emlékplaketen az az érdekes, hogy a addigi űrkutatás történetben elhunyt, illetve addig már nem élő űrhajósoknak állított emlékművet. Tehát itt van a Gemini 9 nak a pilotáinak a neve, az Apollo 1-nek a nevei rajta van. Sőt, egyébként az az érdekes, hogy ugye amerikai űrkutatásról beszélünk, de nem csak az amerikai űrhajósokat sorolta itt fel, hanem nagyon nemes gesztus volt a részéről, hogy Kovarovnak meg a Gagarin nevét is megtalálhatjuk ezen az emlékpakete, és ez mai napig is ott van a Holdon, mint a Holdon hagyott ember által emberi tárgyak tömegében. Tehát ő erre nem tudott senki semmit, amikor visszatért a földre, akkor vallotta be, hogy ő nem is Robert tisztítani ment, hanem egy ilyen kis emlékművet állított az űrhajós kollégáinak. És nekem ez olyan szimpatikus ebben a küldetésben, hogy mertek egy kicsit, tehát úgy játszani úgymond a tűzzel, ami, ami, nem konkrétan a missziónak volt a feladata, hanem észszel és átgondolva, de egy kicsit feszegették a határokat is. A határfeszegetésben ilyen nagyon klassz dolgok voltak, tehát akár egy tényleg ebbe a spurkáterben, spurkráterben, anortozitnak a felfedezése, ami mondta, hogy végül is ezért jöttek, hogy megtalálták azt, amiért jöttek, tehát ennek a felkeltása. Tehát ez kár lett volna ott hiszen ez lett ugye később, amit ugye a néven ismerjük. Tehát ez ennyi múlt, hogy bevállalt, hogy oké, okay, akkor most egy kicsit kiszáll a Roverből, ami eredetileg ugye nem lett volna betervezve. Illetve ha már rover, akkor meg kell említeni magát ezt az eszközt, ami ami nagyban köthető hozzánk, hiszen a rovert fejlesztő csapatnak a vezető tudósa az egy magyar. Volt Pavlicz Ferenc, tehát ugye ő, ő, ő volt ennek a Rover megtervezésének a kulcsembere, hogyha lehet ilyet mondani. És ugye ekkor repült, tehát ugye amit mondasz, ugye azért lényeges, mert az Apollo 15 volt, amikor ugye először vitték. Azt megelőző missziókna volt egy ilyen kis kocs, ez a Holdrix, amit használtak, de a Holdrovert itt használták először, és ehhez csak egy érdekes párhuzam, hogy Ugye a Marson most így követjük az elmúlt hónapokban, elmúlt hetekben is a, a, a történéseket, és ugye itt ez a kis Marsi drón helikopter, amit pont még egy, egy korábbi adásban, amikor én vendégként ennek kapcsán beszéltem, pont egy kicsit a roverhez hasonlítottam, hogy olyan érdekes, hogy ugye eltelt gyakorlatilag ugye egy, egy fél évszázad, de hogyha visszanézzük, ez a marsi drónhelikopter, ez egy miszerű, micsoda egyszerű technikai, műszaki megoldás ahhoz képes mondjuk, ami a Hold Rover volt. Tehát, hogy azt mondom, hogy, hogy ilyen szempontból is, ugye ezek az Apollo missziók, ezek messze a korukat megelőzték, és, és valami hihetetlen módon, ugye más az eszköz, már egy repülőeszköz, a másik egy, egy guruló, autószerű megoldás, de hát óriási kontraszt van a kettő között, nem csak most a méretről beszélek, hanem egész egyszerűen a, a műszaki eszközöknek a kifinomultság, és ugye Pavlics szempontjából ugye van ez a magyar szál is, és ugye nagyon fontos Pavlics kapcsán azt is elmondani, hogy ugye sokszor ez egy ilyen gyakori hiba, hogy egyes nemzetek, egyes országok ugye egy-egy találmány, innovációt, vagy valamilyen történelmi előadást mindig a saját nemzetük fiának tartanak, de ugye a Pavlicsnál nagyon lényeges, hogy ez tényleg így van, ugye ebbe gyakorom beleesünk, ugye, hogy mindent mi fedeztünk, föl, hogy ez nem csak itthon jellemző, ez más nemzetek is, de Pavlics tényleg egy elismert, és ugye meg is említik a, a származását, és ő tényleg ebben oroszlán szerepet játszott, hogy ugye a Holdon rover legyen, és ugye ezek a Old roverek az alapjai a jelen pillanatban is, ugye a holdon, hát most ugye az elmúlt időszakban, ugye a kínaiak mentek, de hát ott is az ember belegondol, hogy mekkora kontraszt, hogy nagyon örülünk ezeknek a jelenlegi misszióknak, és nagyon klassz, hogy ugye a holdnak ezen, meg az ellentétes oldalán roverek mennek, de hát az ember belegondol, hogy ezeket ugye automatai módba működtetik. Hogy ez fontos volt, ez az Apollo 15, és amit Erzső említett, hogy hogy itt jöttek be először azok a, hogy mondom, hogy tudományos jellegű vizsgálatok, ami a utolsó missziónál teljesedett ki, amikor ugye egy geológus is repült, hogy ezen az Apollo 17 volt, mert addig lényegében katonai pilóták, ami ugye az akkori szokásrend volt, orosz-amerikai oldalon is, tehát ebben semmi extra, és ugye ezeket a pilótákat több-kevesebb sikerrel kellett trenírozni arra, hogy különböző tudományos feladatokat is végrehajtsak. Nyilván az első repüléseknek a fő célja az volt, hogy a műszaki követelményeknek megfeleljenek az eszközök, és azokat úgy mondom, hogy technikailag kivitelezzék, hogy eljussanak, visszajöjjenek, de már ugye nyilván közvetmintát hoztak, mert ugye nem lehet visszajönni, de gyakorlatilag ez a, ez a küldetés volt először talán, amikor, amikor, már a tudományra helyezték a hangsúlyt, és ez az utolsó három volt, ami, ami már ilyen szempontból sokkal kifinomultabb, amit ami oda vezetett, hogy a végén már egy, egy szakembert is fölengedtek. Viszont ennél a misszióna nagyon lényeges, hogy egy új típusú felkészítés is zajlott, hogy terepgyakorlatra vittek embereket, hogy ez a 14-nél is már megvolt, mert mert a egyik 14-es tartalékpilóta is ment korábban, de itt volt, hogy hogyan szervezett formában már egy egészen más metódussal próbálták felkészíteni őket a holdi viszonyokra. Arról, amit mondtál ezzel a rover kapcsán, egyébként ez az, az érdekes, ugye, hogy ahogy kifejletette Pavlic, tehát hogyha összehasonlítjuk a Pörszivel, ugye az amerikaival ezt a Apollo 15-ös rovert, egyébként a Apollo 15-ös rover, ez ilyen, nekem ez ilyen IKEA megoldás volt, tehát ilyen lapra szerelve volt ugye elküldte, tehát nem úgy volt, mint a pörszi, hogy szépen egy az egybe kellett. Tehát lapra szerelve ment fel a holdra, és úgy kellett nekik ezt összerakni. Jó van, hogy nem kellett nagyon nekiállni egy imbusz szerelni, mint nekünk kell otthon a joghossz, ö, szekrényünket, de pont ez volt, hogy le kellett engedni a paravánt, is, és ez annyira Cuki szerintem, hogy mész a holdra is egy lapra szerelt rovert viszel magaddal, ami ugye persze, amikor legurul is, és szépen magától kiállt, tehát hogy össze lehetett szerelgetni, mert ugye és ugye ez ilyen négy kerék meghajtásos volt, ugye, ami már tényleg ilyen újdonságok voltak, ugye az, hogy egy bot irányítható volt, és ilyen titánháló készült ugye az abroncsaira, hogy működhessen. Másik, amit mondta, ugye, a kísérletek, ugye, hogy fontosak voltak az Apollo 15 misszióban, ugye, hogyha rákeresünk YouTube-on, beírjuk, hogy Scott, meg Moon, ez a két kúszó is bőven elég, akkor kijön egy nagyon jó, majdnem két perces videó, tehát a legtürelmetlenebb emberek is végig bírják nézni, ugyanis az Apollo 15 misszió volt az, amikor Galileónak ezt a vasgolyós kísérletet, ezt a holdon megismételték. Ugye Galileót ugyan már öt említettük ugye a mai adás kapcsán, hogy volt egy ilyen kísérlete a hagyomány szerint, hogy a pizai fejre olyan ilyen vasgolyókat le, bizonyítva azzal, ugye, hogy a gravitáció minden teste egyformán hat. És ugyanezt a kísérletet, hogy ezt végignézhetjük YouTube-on eredeti felvételre, tehát nagyon jól mert láthatjuk, ahogy itt a űrhajósok szépen lazán ugrálnak a hold felszínén, ami azért is érdekes, tehát hogy így billegnek, hogy miért billegnek, ugye nem csak a gravitáció különbsége van, hanem ugye azt is tudjuk, hogy ugye ők a háti zsákjukban majdnem egy hogy saját testtömegüket cipelték, hiszen ugye ez egy más tarpus, ugye ez egy J-típusú misszió volt már, és ugye nekik nem csak annyi felszerelés kellett vinniük, mint a korábbi misszióknak, hiszen a legegyszerűbb dolog oxigén meg víz is kellett, hogy legyen, és ugye sokkal nagyobb volt ez a hátézsákjuk, amik a korábbiaknak voltak. Tehát azért is billegnek annyira nem csak a gravitáció hiánya miatt, hanem ugye próbálják visszanyerni valahogy az egyensúlyukat. Na, Mikulás is megirigyelte volna őket, Igen. És akkor ugye ő végezte el ezt a kísérletet, hogy a már említett, ugye, hogy geológiailag ugye milyen ö, fontos ö, kutatásokat végeztek, hogy a geológus kalapácsát, illetve egy sólyom tollat, már hogyha az indiánokról volt szó, ugye a műsor elején. Ez az, az ide is kell feltétlenül. Igen, az. tehát ugye, hogy, hogy, összekössük a kettő témát, ez pont így jó, akkor lejtette a kettőt egymás után, és ezt végig lehet nézni, ezt a kísérletet Youtube-on is lehet látni. És ugye az Apollo 15-ös misszió pont emiatt, mert ugye ez emberes küldetés lett, és ö, ö, úgy volt emberes, hogy ö, sokkal több időt töltöttek kint a holdfelszínén, mint a korábbiak, tehát ugye egészen más típus műszerek is kellettek hozzá, tehát azon is kellett újítaniuk. Egészen más típusúak, sőt, nagyon egyszerű, de rendkívül fontos volt, hogy az űrruha teljesen más volt. Hiszen ugye a korábbi missziók ugye nem arról szóltak, hogy felülünk a rover felszínére, és akkor padlógáz, és akkor száguldozunk a holdon, hanem azok inkább álltak az űrhajósok, tehát olyan ruha kellett, ami ezt az állás funkciót segíti. Viszont ugye az Apollo 15-ös űrruháit újra tervezték, hogy nagyon roppant egyszerű, le tudjanak ülni benne a roverben, és le tudjanak hajolni, hogy felvegyenek egy kőzetmintát. Mert eddig ez így nem volt jellemző. Tehát náluk volt az, hogy igenis egy kicsit rugalmasabbá kellett tenni az egészet, pont azért, hogy ne úgy álljanak, mint egy darab fa, mert egyébként, hogyha roppant kellemetlen lett volna, mert ne be se tudnak ülni a roverjükbe, hiába fejlesztettek kinek kik olyan klasszul Pavlicz Ferenc. Azt hiszem, hogy végezetül még említsünk meg pár idei tervet a holdal kapcsolatban. Ez most egy évforduló volt, a holdat is kivégeztük. Nézzük meg, hogy milyen 2021-es tervek, Mir miről hallottatok. Én egyet mindenképpen szeretnék megemlíteni. Ugye idén a Gagari repülésének 60. évfordulója és ennek kapcsán a Szilveszterkó volt egy ilyen az orosz ügynökségnek egy kis képes köszöntője, ahol ugye a Luna programnak a felújtásáról beszéltek, ami viszont nagy évek óta napi van, Luna 25-ös számozással. Én azóta se hallottam több részletet, pontosabban olyan szempontból nem mert a misszióra azért lehet olvasni, hogy körülbelül, miről az ide, hogy egyáltalán mikor fog ez menni, ezt, ezt lehetett hallani, ti mikről hallottatok? Mondjuk, hogy én most éppen az, amit én extrémnek gondoltam, tehát ez, amit az Audi által kifejlesztett holland, de ez szerintem még roppant érdekes lehet, mint olyan, tehát nem éppen a kínai, hanem éppen az az Alina nevű, ami ugye, ugye ami az Apollo 10, ugye már az általad említett Apollo 17 leszálló helyét, tervezné belülni, és ugye az, hogy oda visszamennek, és az EUG én Szörnön áll, és Harrison által ott hagyott holdjárót szeretnék lefilmezni, és ugye tanulmányozni, hogy mi is történt, ugye, hogy amit ott hagytak, hogy ugye, ugye azt újra felkutassák. De még a nagyon termé tetszik, ugye nem a kína, mert kínaiakról mindig beszélünk, de a mexikói misszióról nem sűrűn hallunk. És ők ilyen nagyon apró, ilyen, ilyen 9 darab, ilyen kb. 500 g-os robotocskákat terveznének a holdra küldeni, ez 2021 közepén. Ez Kolmén e, e, a misszió, nem tudom, hogy a Mexikó jól hol ez az, ami nagyon cuki még. De másik ilyen űrobotikai űr e, misszió lenne, amit szintén 2021-re terveznek, ez az Astrobotik fantázia névvel, ami amilyen hold és bolygó missziókra tervezett picike robotokat küldne szintén a holdra, tehát ami így először így eszemű, tehát ami különleges, hogy ez a mexikói, ami mások, másik. Ugye És az... az egy új nemzet is belép, ugye lássuk be, hogyha ugye ez egy sikeres misszió lesz, akkor egy újabb nemzet lép be a holdkutatók nemzetközi családjába. Tehát ez azért érdekes hír mindenképpen. Ja, meg az Egyesült Királyság is tervez szintén. Igen, ugye, van, hogy ők úgy is... tudom, hogy nekik sem, ők is ebben a tekintetben. Azzal, hogy az űrkutatás kezdetén. Ők ugye az elsők között voltak, akik ugye műholdat tudtak, meg volt a saját hordozórakéta is, de utána így keveset hallani, tehát saját missziók nem, nem, jellemzőek, és ugye ilyen bolygóközi, most ugye a holdat is beleértem missziók, egyáltalán nem lehetett hallani az angolokról. Ez is egy érdekes hír. Ér. Igen, és az angolok ilyen icike-picike rovert szeretnének küldeni, tehát egy ilyen 1,3 kilós kis roverké, tehát teljesen jól fog kinézni a holt szerintem évvégére, hogyha mindenkézeket ezeket a kis szerkentjüket feltűnni, tehát tele lesz ilyen mikrorobotokkal, mikro kis roverekkel, tehát ahhoz képest a percy a helikopterje tényleg egy óriási valaminek fog tűnni, amilyen kis ö, pici izékék fognak ott száguldozni. Ez a küldetés a Spacebit Mission van nevet viseli, és ö, egy kis kocka alakú űrszondát kell elképzelni, mint ugye a, a, amilyen a mi, mi maszatunk is, csak ennek már ilyen négy apró kis lábacskája van, tehát mint egy ilyen robotpók menne a holnak a felszínén. Na hát nagyon köszönöm akkor nektek, ez volt tehát a Planeta a harmadik adása. Ugye kicsit a jövőt megint előrevetítem, ahogy említettem a bevezetőben, szeptember másodikán indul majd új a, az anya műsora a Paralaxis podcastje, és ahogy viszont a felkompilázsban szintén említettem, a nyár folyamán továbbra is még ebben a formában találkozhattok majd velünk, legközebb július 8-án. Köszönöm kedves hallgatóinknak a figyelmet, valamint szeretném megköszönni műsorvezető társaimnak az ilyen komoly hozzáadott értéket ezúttal is, a Bardóczin Kocsis Erzsónak, vagy Kovács Gergőnek. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész. Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön diával jutalmazott Paralaxis csapatát. Kattints a donate.mtv.hu oldalra, és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük! Donate.mtv.hu